A Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület felhívása fordult a lakosság felé a településeken embereket ijesztgető varjak miatt, ugyanis április végétől június közepéig van ezeknek a madaraknak a költési időszaka, amikor is a varjak sokkal agresszívebben reagálnak az ember jelenlétére a fészkelőhelyei közelében. Ilyenkor számíthatunk egyesek számára félelmet keltő madártámadásokra. Inkább nagyobb parkokban, nagyvárosokban fordulhat elő, hogy az emberek mellé szállva okozhatnak problémát, illetve hogyha ezeket a madarakat valaki felnevelte, és utána a fogságból megszökött, akkor mint egy emberhez szokott állat megszokja, hogy kitől kapta a táplálékot, és ott is egy ilyen zaklatás címén kérheti tőlünk továbbra is, függetlenül attól, hogy nem mi voltunk az eredeti gazdái. A vetési varjak előszeretettel raknak fészket a városokon belül is, ha megfelelő helyet találnak maguknak. Az is előfordulhat, hogy egy-egy fiók a rossz helyre téved, például középület bejáratánál vagy a járda mellett a földön üldögél. A szülők ilyenkor a még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat, akár az embert megtámadva is védelmezhetik. Ha nehogy Isten ilyen támadás ér minket, akkor nem kell pánikba esni. Nem tud bennünk nagy kárt okozni, nyilván az érzékszerveinket próbáljuk meg védeni, illetve ilyen egyszerűbb hessegető mozdulatokat próbáljunk meg arrébb menni, nem fog minket követni kilométereken keresztül, békén fog minket hagyni rövid távon. Ha elég bátrak vagyunk, sokat segíthetünk a kevésbé hősies embertársaikon azzal, ha a rossz helyre tévedt varjúfiókát a látott távolságon belül lévő bokros, fás területre visszük. A varjúfélék esetében nem okozunk gondot azzal, ha megfogjuk a fiókát, a madár ezután ugyanúgy felneveli és gondoskodik róla.